Köszöntök mindenkit az új Smite sorozatomban, amelyben meccseket fogtok látni tőlem, és remélem tetszeni fog, és kövessétek a csatornát, akkor keresünk egy meccset, mondjuk legyen egy aréna kezdésnek, majd lesz normál Conquest meccs is, most arénázni fogunk egyet, hiszen ez egy tök vicces játékmód, 5v5, viszonylag nagy játéktér, jó teamfightok, úgyhogy tényleg fasza. Addig is el szeretném mondani, hogy a csatorna az főleg most Smite-ről fog szólni, hiszen úgy vettem észre, hogy Magyarországon nincsen Smite játékos, vagy biztos van, de nincs, aki videót csinál róla, és így úgy gondoltam, hogy így. Én is elkezdek videózni, és Smite-ről készítek videót. Mit láthatjátok, Thanatos-szal leszek szerintem. Viszonylag sokat játszottam vele régen. Igen, azt is el szeretném mondani, hogy egy ideje nem játszottam a Smite-ot, tehát ez a körülbelül ez a visszatérés, ez a meccs. Szóval majd nem biztos a legprofibb leszek, de hát ez majd lesz jobb is. De igazából ez is csak egy MOBA, tehát hogyha ismered a MOBA-knak az alap szabályt, akkor tulajdonképpen nem lehetsz ebben rossz. Persze mondjuk abban különbözik ugye a Dotától, a LoL-tól, vagy Heroes of the Storm, vagy ugye a mostani milyen TPS mobáktól, hogy ez third person nézetben van. És mint látom, nincsen ellenféle terület, szóval ez egy tök jó mes lesz szerintem. Ja igen, és van 9181 pénzem, úgyhogy nem is tudom, mit vegyek belőle, úgyhogy kíváncsi vagyok. Majd ezután a meccs után majd szerintem veszek valamit. Nézzük az ellenfél összeállítást. Egy Poseidon, egy Ra, egy Loki, egy Nemesis és egy Herkules. Hát itt ugye itt a Ra-tól eléggé meg a Poseidontól itt lehet félni. Igen, nem assziszt is, de többi az igazából oké, okay. Tehát nekünk is egész jó témük van a Afroditével. Az inkább egy support. Wukong az jó. Az a Kairon, aki most jött be a játékba, ez viszonylag, és nekünk is vagy ránk, ami tök jó. Hát az a baj, tank nincsen a csapatban. Esetleg Wukong. Ugye én, mint Assassin, én úgy szerepelek. Kairon az ADC. Ra, Mage. Igen. Akkor én egy csizmával kezdek szerintem. Igen. Egy nincs a Tabival. Ugye az egyes képessége a Thanatos-nak az eldobja a kaszáját, a kettes az bizonyos százalékban ilyen buffokat ad, tehát plusz penetration-t, movement speed-et, és hogyha alacsony HP vagy, akkor bónusz speed-et ad, tehát ez egy egész jó képesség, de általában a Q-t és a 3-as, tehát az 1-es és a 3-as képességet szoktam húzni, meg az ultiát. Az ulti az, hogyha egy bizonyos százaléknyi HP alatt van az ellenfél, akkor egyben megöl, így felmegy az égbe, és onnan lecsapja. Igen, ezt le kéne szednünk, mert ez elmisszeltem, de mindegy. Ajánlom ezt is leszedni szerintem. Igen, ez jól jött. Ja. Igen, közben ugye tök rossz irányba mentünk, mert viszont ott mögöttünk ott kéne segítség. Úgyhogy ott a Wukongot eléggé megmurdálják. Jó, megvan az első killünk. Aztán meg lesz a második is. Igen, megvan, szupi. Nagyon kevés HP-n vagyunk, úgyhogy itt most valahogy el kell menekülnünk, vettem észre.
Szerintem meg tudunk menekülni, ha többiek is úgy akarják. Igen. Jó. Most vissza vagyunk, kicsit vásárolunk. Én általában Talantosnak nem ezt szoktam venni. Itt nagyon ajánlják neki itt a sebzést, de én inkább a kritre szoktam menni, nem tudom. De először is persze sebzést kell venni értelemszerűen. Úgyhogy általában ezt szoktam megvenni, Roller Speed-et. De először minél több sebzést vegyünk, szerintem az lesz legjobb, és ugye az egyes képességet húzom. Hiszen ugye ez egy skill shot, mint a... Igen. Kéne ki segíteni. Ajaj. Az a baj. Jó. Megvan a kill, szuper. Közben egyébként nagy a pingem, úgy veszem észre. Igen, vagy csak... Igen, elég nagy a pingem, vagy nem tudom, hogy az egerem nem működik. Szuper. 6-2-ről vezetünk, ez tök fasza. Ezt a rát kéne itt megölni. Hát, hogyha szerintem segből megyünk, akkor az is jó. Ez kicsit húzis volt. Aj! Mit nyomtam meg? Nem nyomtam meg semmit, nem mindegy. Úgy néz ki, elnyomtam az ultimat, tehát ugye, ugye ez a lag miatt van. Hát igen, az internet ez feltétlenül legjobb mostanában nálunk. Úgyhogy néha így ezek a mobák itt néha játszatlanak szinte teljesen. Igen, itt van egy kis késő. Jó. Ezt megszereztük ezt a killt, és itt nem assist kell egy kicsit visszafogni. Jó. Azt láttátok, hogy ezt a 915-es, tehát ez a Q-t azért érdemes húzni. Egy hihetetlen nagy damage-e van. Gyorsan, gyorsan, kettes, kettes. Jó. Most kicsit menekülőre fogtuk. És ezt kivakszom ezt a physical power-set. És nem tudom, utána megyek majd crit-re, de lehet, hogy egy ilyen physical power építő, nem tudom még egyelőre. De elmisszeltük. Hát ez egy csúnya skill shot volt, elég ronda. Rosszul csináltam. Igen, ez így nem olyan effektív. Igen, de mi se kell menni. Gondolom, hogy hiszen ugye ebből szkélelődik a... az egyes képességünk. Tehát megéri arra menni. Hát ott egy kás akart lenni. Igazából... Ja. Megpróbálom a 3-as és a 4-es egyszerre fejleszteni, hiszen mindkettő képesség nagyon fontos. Ugye ultit még nagyon nem használtam, hiszen az elég alacsony HP kéne lennie az ellenfélnek. Az, hogy hatékony legyen egyből. Ja. Szerintem az most egy kicsit itt hátrébb mehetünk. Szolidabbra foghatjuk, hiszen ezt még ezt a nem assist, hogy meg lehet növelni. Egy skill shot. Nem? Hát... Igen. Akkor most hazamegyünk szerintem. Igen, és fontos tudni valahogy, hogy a 4-es képességem az ugyanúgy viszi a HP-mat. Tehát, ja. Feltétlenül jó. Hydra element. És CDR is damage is fontos nekünk. Értem szerint a 3-asra rakok, hiszen a 2-es az annyit nem ad, igazából az csak egy taktikai képesség, és itt látom, hogy a rát azt meg lehet növelni, de ez már messze van. És akkor most jön az ulti varázsa. Ja. Oké. Elmenekül. Szuper. Láthatjátok, hogy Thanatos egy elég jó assassin szerintem, tehát... Egy nagy damage-e van viszonylag, és... Nem olyan nehéz vele játszani. Tehát egy ilyen... Egy ilyen közepes nehézségű assassin. Elég jó. Szerettem, ez volt az első karakter, amit megvettem talán. Ugye ez még régen, ez még elég drága karakter volt, amikor vettem. Mikor vettem, de... Tehát megérte megvenni. Nincs olyan sok karakterem egyébként, tehát
van egy-kettő, ami most ki van bérelve. Ami rotationon van most éppen, de ja, egyébként nincs olyan sok. Ajajaj. Hát ez egy ilyen double ulti volt a Nemesis-től és a Poseidon-tól, ez elég szarul jött, mindegy. Azt nézem még, hogy most lehetne menni esetleg crit chance-re, igen, a Death Bringer-t fogom először megvenni. Ez fontos, hiszen most van egész nagy damage-ünk. És crit chance, és esetleg még attack speed-et lehet venni, tehát ez így mindent így egyszerre, ami egyszerre tényleg tök jó. Akkor a 4-esre. De rát meg kéne ölni, azt hiszem. Én viszont damage-el, de nem sokat. Ah, de elrontottam. De erről... Hey! Ez mi volt? Ez a fránya ulti. Ezt úgy utálom. Ott kettőben vagyunk. De mindegy, ezt úgy utálom. És egyébként kéne a minionokat is ölni, meg segíteni, hogy bejussanak az ellenfél bázisára, hiszen csak 40 ponttal vezetünk. Pontosan 39 ponttal. Jó, persze az mint ez elég. Jó. Meg kicsit most okosabban játszani, nem feltétlenül adok ingyen killeket a... Jó. Hú, de ezt a skillsetet, ezt mindig elviszelem. Hát ez a lag miatt van egyébként, nem tudom miért, de... Igen, most is láthatjátok, kicsit belagolt, pedig nem FPS drop ez, hanem egyszerűen magas a pingem. Ah, majdnem is, hát a rátaláltól nagyon félek. Ez az egyetlen karakter egyébként, ami meg tud ölni, tehát egy 1v1-ben szinte. Az Afrodite megoldja. Kis HP-t egyébként kaphatnék. Amikor az kis HP-t adni. HP. Kösz. Az Afrodite double kill volt? Az is szép, supportunk double kill-et. Mindegy, igazából örülünk neki, hogy megöltük őket. És akkor most ugye meg tudjuk venni a következő darabját a Deathbringer-nek. Még egy 700 money, és utána megvehetjük, szóval tök fasza. Okay. Kill him. Ez az. Double kill. Jó. F2. Triple kill. Ezt meg kéne ölni. Vagy nem. Hát egy triple kill összejött, az egész jó. Jó. Na. Igen, itt most, tehát ez egyértelműen nyerjük. Tehát amennyien bejutnak itt. Aj! De nagy damage van ennek a rának, ezt úgy utálom, ez egy olyan szemét karakter, alapkarakter, mint az enyém nem lenne szemét, de akkor is még szemetet meg. Igen, ez a hegesztés, vagy... Hát ezt nem tudom micsoda egyébként, tehát ez... Double kill. Ajaj. Félsz? Ja, szupi. Rak, mint a botok lennének egyébként. Hihetetlen buták. Most őszintén, de... Tudom, mit hisznek. Ja, egyébként a crit chance-eset megépítjük most. Veszünk olyat. Kettő crit chance-es itemet tervezek lenni, vagy még valami damage itemet. Egyre nem tudom. Egy Deathbringer, ez biztos. És amennyi pénzünk még maradt... Én még szoktam venni ezt is. Ez is jó nekünk. Crit chance, ez fontos. Ugye ezt a kettőt meg valami attack speed-es item-t, és akkor... Az megvan. Figyeld. Most.
W-Q, az összejött. Triple Q, megint. Szuper, jó ez. Na, ugye közben segítsük a minionoknak, hogyha ez a nagy bombás ez bemegy, akkor ez nagyon sok pontot fog adni nekünk. Jó, hát ez egész jó meccs egyébként. Szerintem ilyen meccsen még nem is nagyon volt Thanatosszal így egy ideje. Én nem vagyok tank. Ó, oh, egész jó egyébként ez a Immortal. Na, na, fassa. Mi mindent kapunk itt. Assist, jön minden itt egyébként, tényleg tök jó. Hirtelen jó. Fie. Bázisra bementem killelni. És hogyha minden igaz, akkor én meg tudok most menekülni. Vagy nem? De, meg tudok menekülni, fassa. Na, azért ilyet is meg kell élni egyszer. És akkor még, hát egy attack speed az nagy inkább ami damage kéne még. Vagy attack speed. Damage-re fogunk menni. Hát van elég attack speed-em egyébként szerintem. Ja. Yeah. Jó, akkor 30, egyébként 120 kell még, pont kell még, hogy nyerjünk. Ugye itt van, nem lenne jó, hogyha elveszítenék. Tehát most eléggé pusolnak. Hát ugye hát pusolásnak lehetne nevezni, nem tudom. Szóval vissza kell őket venni, csak ugye a supportunk, ez nem akar kijönni a bázisról. Ó, na ez itt nem jó, nagyon sok ő... Hát a crit chance elég jó. Aha, jó. Maxoltuk az ultit. És akkor most ugye 91 van hátra, tehát itt most pusolnunk kell minél jobban, azt hiszem. Ezt nagyon elmisszeltem. Jó, és megvolt ugye a hit, tehát akkor... Jó. Megvan, szuper. Ezek a kritek az elég jól jönnek, tehát ezek a 800-as, ilyen 900-as kritek. Ugye ez elég fasza. Mondjam. Kicsit. Ups, ups, ups. Jó. Jó, és ebben be fog menni. Igen, bemegy. Jó. Szuper. Bement oda. Jó, ez nagyon jól jött. Jó, ez igazából mindegyik. Mindegyik ütésünk egyébként crit most már szinte, tehát... Ez tök jó. Ja, ilyen 700-as, 300-as kitek váltakoznak. Jó, ez egész jó. Még mindig féltünk a rácon. Ops. Jó. Zseniális, nem kell meghalni egyébként. Segítsetek! Segíts, 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 segíts! Segíts! Help, help, help! Jó! Fasza! Jó! Full build, gyorsan full build! Jó! Full build! 50 hátra! Hát, ez gyönyörű lesz! Még egy skillshotot el kéne nyomni, csak a vicc kedvéért. Jó, gyerünk! Gyerünk! Utolsó kill még kéne. Jó! Megnyertük! Király! Na, ez egy tök jó meccs volt, a statokat majd mutatom. GG.
És ez volt azt hiszem a szorzóm, a napi szorzó, tehát tök jól jött. First of the days, Pussas favor, és kaptam Smite gemet, de hogy miért, azt nem tudom. Igen, összesen 175 favort kaptam. Egész jó. Nagyon vicces ez a karakter. És akkor itt láthatjátok, kill triple kill, két rampage, egy unstoppable, immortal, divine és godlike-ot kaptam. Úgyhogy tök jó. A statokat nem tudom hol tudom itt megnézni. Mindegy, hát ezek voltak a statok, tehát összesen nem tudom hányszor killeltem. Itt van, igen. Vagy nem. Igen, itt van. 21-2. Ja, egész jó meccs volt. Na, ugye ennyi lett volna ez a meccs. Köszönöm szépen a figyelmet. Ha tetszett, akkor iratkozzatok föl. És lájkoljátok a videót. És mondtam, ugye Smite témája lesz a csatorna, tehát kövessétek, hogyha tetszik nektek az e fajta játék. Úgyhogy tényleg köszönöm a figyelmet, sziasztok! Kellemes ünnepeket!